Ez a pécsi kadarka, amelyik az Országház bora pályázaton harmadik helyezést ért el. A 2020-as nedűt a Pécsi Egyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetében készítették. A pécsi kadarka egy klónszelekciós munka része, és nagyon fontos, hogy egy lazább szerkezet, egy fürt szerkezet, lazább fürt szerkezet, és egy kevésbé rothadékony fajtát válasszunk ki. Ebből az ott öt legjobb klónból választottuk ki a házasításhoz ezt a gyümölcsös, friss, pirosbogyós kadarkát, amely kiegészül egy hordófűszerességgel. Ezt mondja a borász a kadarkáról. Egyébként idén Magyarország 19 borvidékéről összesen 218 tételt küldött be 93 pincészet. Ezek közül választotta ki a szakmai zsűri 9 meghirdetett kategóriában az Országház Bora cím idei nyerteseit. Ezekkel a borokkal, köztük a pécsi kadarkával kínálják a vendégeket az országházban, fogadásokon, rendezvényeken.